Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható május hónapban a rák jegyében születetteknél? Először megnézzük azt, hogy mit mutatnak a csillagok az indiai számítás szerint. Ha tudni szeretnéd azt, hogy melyik jegyben születtél, a védikus asztrológia szerint, a felvétel alatt ott van egy tabella, és utána nézhetsz. Merkur bolygó jelenleg a bika jegyében mozog, és a bika jegye az a föld eleméhez tartozik. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik. És a föld eleme és a víz eleme barátságban állnak egymással. Tehát a jelenlegi Merkur mozgás a bika jegyében jó hatással van a rák jegyében születetteknél. Ez lehet egy jó hír, vagy egy előnyös szerződés. Neptun bolygó, Jupiter bolygó és Vénusz bolygó a halak jegyében van. És mivel a halak jegye a víz eleméhez tartozik, és a rák jegye szintén a víz eleméhez tartozik, itt megvan a harmónia. Neptun bolygó az jelenti az álmokat, a vágyakat, ez most megvalósítható, ha hiszel ebben. Jupiter bolygó szerencsét hoz, vagy azt is jelentheti, hogy van egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, amit eddig igazságtalannak láttál, itt javulni fog valami, és Vénusz bolygó az jelentheti a nőiességedet, vagy utal a szerelemre, tehát itt is előre mennek, folyamodnak az események, jól alakulnak a dolgok. Mars bolygó és Szaturnusz bolygó a vízöntő jegyében van a levegő elemében. Ez hogy kapcsolódik a rák jegyéhez? Ha te a rák jegyében születtél, akkor ne légy visszahúzódó. Ne képzeld el azt, hogy mások közelednek hozzád, adnak neked életerőt, vagy Mars bolygónál lehet egy bizonyos férfi is, hiszen akkor nincs meg ez a könnyűség, nincs meg a kapcsolat. Viszont, ha aktív vagy, és keresed ezzel a férfivel a kapcsolatot, akkor kihat itt a levegő eleme rátok, meg lesz a kommunikáció, és meg lesz ez a könnyűség. Végre fel tudtok lélegezni. Mivel Szaturnusz bolygó szintén a vízöntő jegyében van, itt lehet egy sorsfordulat. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit jelentenek a kártyák, felhívnám a figyelmedet arra, hogy ez a havi jóslás megrendelhető nálam. A díjam 3500 forint. Itt a képen látható ez a fa. Az azt jelenti, hogy te is, ő is keresitek a helyeteket az életben, ahol úgy gondoljátok, igen, itt ide érkeztem, itt le tudok gyökerezni. Tehát kell a biztonság érzete. Amit ez a fa még jelent, hogy rendezni tudsz bizonyos dolgokat. Különösen, ami a hivatalos ügyeket, vagy egy bírósági ügyet jelent. Itt lesz egy szerződés, vagy egy dokumentum, és a gólyák jelentik azt, hogy változik valami a helyzeten. A múltban itt volt a felhő, tehát valami itt átláthatatlan volt. Itt hivatalos dolgokról van szó, vagy egy bírósági ügyről.
de szerencsére megjelennek itt az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, tehát eltávolítanak bizonyos kártyákat. Az egerek eltávolítják a felhőt, tehát ebben a hivatalos helyzetben rendeződik valami, és a korlátozások elmúlnak, itt van ez a változás. Itt a fa alatt megjelenik a hajó, az jelenti a reményeket, hogy jóra fordulnak itt a dolgok, vagy amit a hajó még jelent, külföldi kapcsolatok, vagy utazások. Visszatérve az első két kártyára, ez a fa jelenti a gyógyító erőt, vagy az egészségügyi témákat. És akkor ez az épület lehet egy kórház is. Vagy ez a hivatásod, és ezen a területen dolgozol, vagy van egy lelki társad, és ő dolgozik itt a kórházban, viszont az is lehet, hogy valaki beteg a környezetedben, vagy a családban, de itt lesz egy fordulat, változások, itt a remény, és a nap jelenti a gyógyító erőt, az élet erőt, tehát itt javulni fog a helyzet. Ez a kártya jelenti az utazásokat, és itt összefüggésben áll a hajóval, az lehet egy külföldi kapcsolat, egy utazásnak a tervezése, de azért légy óvatos, mert itt a háttérben megjelenik a ravasz róka, és az jelenthet hamisságokat. Azon kívül itt van a ló előtt ez a hegy, tehát vannak korlátozások. Az is előfordulhat, hogy egy utazásnál baleset történik, tehát légy kicsit óvatos, különösen május közepén, május végén. Itt a kereszt jelenti azt, hogy a sors utak kereszteződnek, vagy jelenthet döntéseket is, amikor elérkezzel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt van a mozgás, de május közepén végén itt még vannak nehézségek, korlátozások, jobb lenne ezt elhalasztani. Az is lehet, hogy itt ennél az utazásnál még valami átláthatatlan. Ami viszont szerencsét hoz, az az életerő, itt a szerencse, a gyermek jelentheti a gyermekeket, hogy ők adnak erőt, vagy jelenthet egy új kezdetet is. Mivel itt van a hold, és utal anyai érzelmekre, és megjelenik a gyermek, ez lehet egy kisbabának a születése is. Lehet, hogy nem nálad, hanem valaki a környezetedben. Itt a park jelenti a nyilvánosságot, az elismeréseket, itt előre mennek a dolgok. A hegy az jelenti a téli hónapokat, tehát a múltat. A múltban valaki megbántott téged, ezt jelenti itt ez az ostor, és itt van ez a hamisság, de szeretnéd lezárni ezt a helyzetet, lezárni ezeket a fájdalmas emlékeket, esetleg lezárni bizonyos kapcsolatokat. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen, és a fölötted lévő kártyák utalnak a gondolataidra. Itt vannak változások, döntések, itt kiderül az igazság, lesznek fontos beszélgetések, különösen ami a halakat, tehát az anyagiakat illeti. És ez a virág jelenti a tisztaságot, itt rendeződik valami az anyagiakat illetően. A kártyák itt előtted jelentik a közeljövőt.
Itt látható a kígyó. Ez jelenteti a gyógyító erőt, a megújulásokat, de lehet egy nő is. Itt látható a barátság, és ez a kulcs nem csak a magabiztonságra utal, hanem arra, hogy itt kinyílik egy ajtó, egy új lehetőség. És mivel ez a koporsó ilyen régi témákat jelent, ez lehet egy idősebb hölgy, vagy egy régi barátság, hogy olyan hirtelen, amikor nem számítasz erre, keresni fogja veled a kapcsolatot. De azt is jelentheti ez a koporsó, hogy ő ugyan közeledik hozzád, szeretné kinyitni ezt az ajtót, szeretne téged meglátogatni, de te lezárod ezt a kapcsolatot, hiszen ezt jelentheti ez a sarló. A férfiak itt láthatóak a képen, de ez jelentheti a lelki társadat is. Itt a kártyák fölötte utalnak az ő gondolataira. Itt a munkáról, a hivatásról van szó, és a koporsó jelentheti azt, hogy ő szeretne valamit lezárni, és itt vannak fontos beszélgetések, hiszen a madarak utalnak a kommunikációra. Itt a horgony mellett megjelenik a könyv. A horgony jelenti a munkát, a hivatást, és ez a könyv a továbbképzést, ez az ő terve. Ez szerencsét hoz számára. Kettőtöket összeköt a szív. Itt szerelmi dologról van szó. És ez azt jelenti, ez a férfi gondol rád, bizonyos dolgokat ugyan lezár, de reménykedik abban, hogy lesz köztetek egy új kezdet, itt van a szerelem kettőtök között, ő is szeret téged, sőt úgy érzi, hogy nálad le tud horgonyozni. Lehet, hogy még kicsit zárkózott, de lesz itt egy kellemes meglepetés, hiszen a virágcsokor jelent egy ajándékot, egy kellemes meglepetést. Mivel a virágcsokor itt van a ház mellett, az jelentheti azt is, hogy valamit megszépítesz az otthonodban, vagy jelenthet egy kreatív tevékenységet, és szívvel, lélekkel benne vagy, hiszen ez a hivatásod, itt van a kártya, ami a munkára, hivatásra utal. És a csillagképek jelentik a spirituális területet, és ez lehet egy magánvállalkozás, vagy munka otthonról, azt is jelentheti ez a ház, hogy itt kiépítesz valamit. Ezek a kártyák összekötnek benneteket, és itt a szerelemről, esetleg egy közös tevékenységről, vagy egy közös otthonról van szó. Amit ez a ház még jelenthet, ez a környezet, a szomszédok vagy rokonok. Itt javulni fog a helyzet, hiszen jó kapcsolatok vannak itt. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható. Megvan a gyógyító erő. Itt változik valami, rendeződnek a dolgok. Ami eddig átláthatatlan volt, azt eltávolítják az egerek. Kiderül az igazság, döntések lesznek. Rendezed az anyagi dolgokat, javul az anyagi helyzet, és lesznek fontos beszélgetések, lehet, hogy az anyagiakat illetően. Második hét, május hónapban itt látható. Itt megvan a remény, hogy javul valami. Ez a kép utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra is. Itt ez a levél lehet egy hirtelen óvatos, hiszen itt van a hamisság. Itt ez a kártya jelenti azt is, hogy nehézségek vannak, ami az utazást illeti. Ez a kígyó jelenti a gyógyító erőt, lehet, hogy ez a hivatásod, és megvan nálad ez a gyógyító hatás. Vagy az is lehet, hogy ez a kígyó egy nőt jelent a múltból, egy régi kapcsolatot, esetleg egy idősebb nőt. Ő kopogtat az ajtódon,
de szeretnéd ezt a kapcsolatot lezárni. Harmadik hét, május hónapban itt látható. Ez a kártya jelenti a mozgást. Itt vagy utazásról van szó, vagy változásokról, de itt vannak a nehézségek és a hamisság a háttérben. Amit ez a kártya még jelent, a mozgás, tehát sport vagy autó. De itt is megvannak a nehézségek, ez lehet egy baleset is, egy baleset veszélye május közepén, május végén. Légy kicsit óvatos. Ami a téli hónapokban volt, a nehézségek, vagy valaki, aki megbántott téged, a hamisságok, ez elmúlik, hiszen itt látható már a szerencse. A munkát illetően megvan a lelkesedés, és ez a kreatív tevékenység, a szerencse, és ez a könyv jelenti a tudást, vagy a továbbképzést. Utolsó hét, május hónapban itt látható sorsdöntő változások. Itt megjelenik a nyilvánosság, de a hold jelenti a visszahúzódást is. Tehát nem mindig előnyös az, ha nyilvánosságon fellépsz, hanem légy inkább olyan visszahúzódó. Ez erőt ad számodra, és ez a kisfiú jelentheti a gyermekeket, egy kisbaba születését, vagy egy új kezdetet. Itt megvannak a jó kapcsolatok vele, tehát kihat a párkapcsolatra, itt szerencséd van, és ami a házat, az ingatlant illeti, itt is megvan a szerencse, vagy ez a ház jelentheti a szomszédokat, a rokonokat, itt javulni fog a helyzet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!